Bent középen Kiss és Müller a 16-oson belül, elég kevesen ahhoz képest, hogy mi rúghatunk szabad rúgást. Óriási gól, Bálint! Mire észbe kaptunk, már bent volt. Nézzük meg hátulról is, a másik szögből csak egy legurítás, ezt nem lehetett védeni, intézkednek rengeteget. Nem akarják elrúgni a labdát, sehogyan sem. De aztán mégis csak lesz ebből valami. Lund. És mekkora gólt lőtt, atya úristen, akkorát, mint Bálint. Nézzék meg, meggyőződésem, hogy nagyon betaláltod a főre, legalábbis a másik nézőpontból, rettenetesen. Ajajajajajaj, a pipába be. Törőcsik. Törőcsik belerohant az ellenfélbe, Grönlundba, szabad rúgás a miénk javára. Itt a helyzet, gól! Beadás nyomán Kis Laci lehetett át. Na nézzük még egyszer. Szép gól volt, szép fejes, szép gól. Csapó. Törőcsik. Szép labda, Fazekas, na, rá lehet vezetni, egy az egybe. Jó csel, bum! Nem van! 3-1. Jó a csel, szép palett, és egy jól ütemezett, jól időzített, és nagyon fontos rugás. 3-1 Magyarország javára. Na, felejtsük van arról, túlról indulatot van a Törőcsik, hanem a hátával veszi le a labdát. Nem lett volna lesz. De hát még így is lehet belőle. Valami Kis teljesen egyedül. Lövés, Laci! Gól! 4-1. A keresztező játékos mellett.